pálinka nap, ez lényegében nem csak a pálinkára megy rá, hanem arra is, hogy Szent András nap környékén főzték ki ugye az első pálinkákat, a népi hagyományok szerint, de akkor indultak meg az első disznóvágások is. És ezek a régi, főleg a disznóvágásnak a hagyománya, élménye, az nagyon kikopik, már kikopott, nem ismerik az emberek. És nem az állatnak a legyilkolására gondolok, nehogy valaki félreértse, hanem önmagában az a tény, hogy régen, pár száz évvel ezelőtt, vagy akár a közelmúltban is a disznónak a levágása az életet jelentette, a túlélést. A télnek a túlélését jelentette egy paraszt család számára, ha nem volt, akkor nagyon-nagyon meg kellett gondolni, hogy mit tesznek a télen, mert ugye nem lehetett se gyűjtögetni, semmit csinálni. Úgyhogy szeretnénk ezt a hagyományt megtartani, mert ez az embereknek a vérében van. Meg tovább építeni, ha jól érzékelem, 2011-ben, amikor a nagy sóstó projekt tervezése, Isten igazából abba a stádiumba jutott, hogy a legfőbb vonalakat le kellett fektetni, akkor az egyik nagyon erős markáns vonal volt a Pálinka ház mellett, a Pálinka főváros sának megalkotása, Nyíregyháza becélzása a belföldi turizmus szempontjából elsősorban. Ezen a területen, ha jól látom, lépcsőfokról lépcsőfokra való építkezés folyik, nem pedig azt lett megcélozva, hogy 2011-ben eldöntjük, 2012-ben csinálunk egy nagy monstra rendezvényt, amivel kijelentjük magunkról, mi vagyunk a legjobbak és a legszebbek, hanem el kell jutni odáig. Ennek egyik fontos eleme a elkészült pálinkaház, aztán ez a pálinka ünnep, gondolom, hogy ennek lesz majd folytatása. Hogyne, sőt, már nyáron tervezünk egy pálinka fesztivált, mert ahogy átadásra került a ház, a megyében lévő mind a 16 engedélye rendelkező főzde érdeklődik a lehetőségek és Nyíregyháza iránt. Már a kollégák a Múzeumfalban felvették ők a kapcsolatot. Nagy erre az igény. Ugye nem csak azért, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye három eredeti védett hungarikum pálinkát. Hát itt van a legtöbb az országban. Hogyha megnézed, területileg összesűrítve itt van a legtöbb az országban, és nem csak minőségileg, vagy nem csak mennyiségileg, hanem minőségileg is. Tehát azok a pálinkák, amelyek itt megteremnek pontosan a vidéknek a jó napsütéses száma és a jó minőségű gyümölcs miatt, azok nagyon kvalifikált termékek, nagyon jó menő termékek. Ezt, hogyha az ember utána néz, akkor lehet látni, hogy a különböző pálinka házak, a különböző pálinka kultúrát képviselő pálinka házak mennyire jó eredményeket érnek el. És nagyon jól mondtad, igen, Nyíregyháza ennek a vidéknek a központja, és Nyíregyházának szerintem van arra lehetősége, hogy lépcsőről lépcsőre megpróbálja magát pálinka fővárosként is majd apostrofálni. Hát azt is, hogy van kötelessége a negyedbéli termelőkkel szemben. Így van, pontosan ez a másik is. És gondold el, hogy egy ilyen pálinka fesztivál, pálinka nap külön véve azért nagyon sok vonzattal rendelkezik, mert ott enni kell mindenféleképpen, ott játszani kell, ott zene van, tehát azért ez mozgatja a gazdaságot bizonyos szinten. Úgyhogy mindenféleképpen gondolunk a helyi kézművesekre is.